Amikor valaki bemegy a DM-be, vagy a Rossmanba, amit nem tudom, hogy kimondhatok-e itt, de most már kimondtam, és látja, hogy betét van, és a betétet milyen összetevőkkel képzik, és az mennyibe kerül, ez egy nagyon súlyos politikai-gazdasági folyamat, amit nem lehet azt mondani, hogy ha te nem veszed a menstruációs kelyhet, akkor egy rossz ember vagy, és szerintem ez számomra egy nagyon érzelmileg fontos kérdés, mert a zöld pártokat, ha megnézzük Nyugat-Európában, mindegyik egy ilyen nagyon szűk és a legelitebb pozícióban lévő emberek pártja lett. Tehát a Kreuzbergi elit, meg a baden-württembergi nagyon gazdag emberek, azért, mert ők tudják megengedni maguknak, részben a ráfordított időt tekintve, részben anyagilag, hogy a menstruációs kelyhet vegyék meg,